Sportövő percek. A sportág érdekességei, kiemelt versenyei, a múlt, a jelen és a jövő olimpikonjai. A műsor együttműködő partnere a Magyar Sportlövők Szövetsége. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Mai műsorunkban a futó céllövő szakák helyzetét mutatjuk be. Először Keceli Zoltán szakák vezetővel beszélgettünk. Azt gondolom, hogy ez a szakák sem nélkülözi mindazt, ami a cipi szakákban történik, hogy van egy tavasz óta kialakult helyzet, az a vírus helyzet, ahol a lőterek egy része leállt. A futócélövésekben három nagy ilyen helyszín van, Szentendre, Győr és Keszthely. Ezeknek mondhatom azt, hogy 50%-ában kicsit állt az élet. Most kezdünk visszatérni a kerékvágásba. Lehet, hogy az időszak, mert lehet, hogy nem szabad ilyet mondani, vagy nem jól hangzik, hogy talán szükség is volt egy kicsit rá, mert legalább a karbantartásokat el tudtunk végezni, fel tudtunk készülni arra, hogy amikor majd eljön a jó idő, és most eljött, akkor ezeket a gépeket tudjuk használni, mert hogy nekünk speciálisan térmozgató gépeket kell használnunk, és ezek nem csak időleges karbantartásokat igényelnek, hanem bizony néha felújításokat is. A sportolók megkapták a Magyar Sportolói Szövetség elnökség által elfogadott új versenynaptárat, aminek érdekessége, hogy az összes fontos versenyünk a szeptemberre van tervezve. Szeptemberben bevezető versennyel kezdődünk, egy olyan versennyel, amit 45. alkalommal fogunk megrendezni, ez a bizonyos Helikon kupajő verseny. Ezt követően a fiatalok részére egy edzőtábor fogunk tartani, hogy az országos bajnokságra méltó módon tudjunk felkészülni, és minél jobb eredményt érjenek el, amit szeptember végével fogunk zárni. Ezután pedig a légfegyveres szezon ugyanúgy indul, ahogyan mi azt már tavaly elterveztük. Ebben a szakákban hányan versenyeznek itthon összesen? Körülbelül 50 olyan versenyző van, akik az országos bajnokságban, vagy a magukban a versenyt is megjelennek. Sokkal nagyobb az a létszám, amit úgymond a tavalyidős versenyzőnk részéről számolunk, hiszen ez a futó céllövészet, amit távcsöves, izgulós fegyverrel üzünk, főleg a vadászok körében nagyon népszerű. Jókat lehet a gyakorolni, felkészülni a téli varázsi szezonra. Mivel lehet a gyermekeknek felhívni a figyelmét arra, hogy érdemes ezt a szakágat kipróbálni? Hogyan lehet vonzóbbá tenni ezt a szakágat? Igazából nem kell érdekesebbé tennünk, nem kell figyelmet felhívni, mert az a gyerek, aki egyszer kikerül az életben egy ilyen lőtérre, látja, hogy milyen nagyon szép sporteszközeink vannak, ő saját magától fog kedvet kapni arra, hogy ő is kipróbálja. Innentől fogva pedig a lehetőség kérdése az, hogy egy mindennapi edzés, vagy minden másnapi edzés, ki hogyan tud az életbe bejutatni. Ami a nemzetközi versenyeket illeti, ebben a szakákban is leállás volt, az elmúlt hónapokban nem rendezhettek viadalokat. Hányan vannak olyan magyar versenyzők, akik a különféle nemzetközi megmérettetéseken eséllyel küzdenek meg a világ legjobbjaival? Mivel a világcsúcsot is mi tartjuk, az a hármas trió, Pityé József, Rossi Tamás, Boros László, ők azt hiszem, hogy elmúlt évtizedekben, ahogyan megállták a helyüket, úgy most is a nemzetközi élmezőny számol, hogy bizony, amikor elmegyünk egy ilyen versenyre, és ők ott vannak, akkor bizony nagyon bele kell kapaszkodni a sportásoknak a fegyverébe, hogy megküzdenek velük, de hát papírformák nincsenek, de azt gondolom, hogy azért a nemzetközi szinten kalkulálnak velünk. Az utánpótlásban mekkora potenciát lát? Én keszthelyi lövőként, sportolóként, sportvezetőként, nekem sajnos azt kell mondanom, hogy kinyit Keszthelyről a legjobb sportolók mindig elmennek. Valahol úgy kell meghúznom gondolatban a határt, hogy a nálunk jelentkező bácsi kérem szeretnék lőni, kategóriás sportolókat el tudjuk nevelni mindaddig, amíg nem érettségiznek, és a tanulmányaikat nem kezdik meg, a felsőfokú tanulmányaikat. Ezért aztán az utánpótlás egy állandó kérdés. Neveljük az utánpótlást. De ugyanígyben ez Győrben is, Szentendrén is nyilvánvaló, hogy ez egy napi szintű kapcsolatot feltételez a sportolók részéről. Őtre látogatni kell, a fegyverrel bele kell kapaszkodni mellette. Nem csak ezt a szakmai munkát, hanem fizikai munkát is kell végezni. Nagyon nagy leterheltséggel jár. Nézegetve a többi szakágat, mint például akár a pisztoly, akár a puska, ugyan ezek a dolgok meghatározók, és azt gondolom, hogy egy is könnyű, egy is nehéz, de a futóval aztán még nehezebb, hiszen szabad kézzel kell tartanunk ezeket a közel 5 kilós fegyvereket, és bizony nagyon komoly fizikai állóképességre van szükség, hát ez meghatározza a fiataloknak a
versenyzését, képzését, hogy mikor tudunk elkezdeni foglalkozni, mikor tudjuk őket úgy kiválasztani, hogy már érdemben tudnak versenyezni. Viszont nagyon korán tesszük mindezt meg, akkor szinte majdnem, hogy elfáradnak arra korra, mire tudnak versenyezni. Keceli Zoltán szakágvezető mellett interjút készítettünk a legeredményesebb magyar futócéllövővel, a világbajnok Sike Józseffel is. Sajnos ugye a szakágunk lekerült az olimpiáról, tehát ebből kifolyólag küzdünk a népszerűség hiányával, ami nagyon nem jó. Tehát egyre kevesebben vagyunk, egyre kevesebb az utánpótlás. Van néhány lelkes edző, még vannak néhány lelkes versenyzők, de én nem ehhez voltam szokva, de kénytelenek vagyok megbarátkozni jelen pillanatban ezzel a helyzettel. Próbálunk tenni ellene, de nagyon nehéz. Kevés a létesítmény, ahol tudunk felkészülni az 50 méteres számukra, 10 méteres számukra mi úgy, ahogy van lehetőségünk. Milyen erények kellenek ahhoz, hogy valaki ebben a szakágban sikeres legyen? Kinek érdemes ezzel leginkább próbálkoznia? Én úgy gondolom egyrészt, hogy próbálkozni mindenkinek érdemes, aki érez magában egy kis tüzet, meg egy kicsi erőt abból, hogy ezt a klasszikus vadásztartást véghez tudja vinni. Ugye, mert nekünk a legnagyobb különbség az, hogy mi nem támasztjuk le a testhez a kezdünket, hanem ténylegesen tartani kell levegőben a fegyvert balkézzel is. Picik és speciális izomzatot igényel, illetve egy nagyobb dinamikát, mint a statikus lövésszámokban, hiszen itt a cél egy meghatározott ideig látszódik csak. Tehát aki ezekkel a kondíciókkal rendelkezik, egy kicsit talán általában fizikálisan erősebbnek kell lennie, illetve egy gyors reakcióidővel kell rendelkezni, és innentől kezdve már csak a gyakorlás szabja meg azt, hogy ki hova ér el. Nem kell tőle megijedni, látszatra össze megijednek a kezdők, hogy hú, ez milyen nehéz, de amikor az ember belenéz a távcsőbe, illetve jönnek az első sikeres versenyek vagy edzések, akkor ez már elmúlik. És onnantól kezdve már csak a sok-sok gyakorlás, és ez a legfontosabb, hogy nagy edzésszámmal, lövésszámmal kell felkészülni erre a számra, tehát kell hozzá egy olyan kitartás, hogy ezt el kell tudni viselni. Egy jó erős monitória tűrésre van még szükség. Napi hány óra munka, hány óra edzés? Hát ez a csúcsidőben azért azt kellett, hogy mondjuk, hogy inkább darabszámra mondom, 200 lövés alatt nem kezdtünk neki egy edzésnek, egy átlagos edzésnek se, tehát hetente 4-5-ször minimumnak kellett tenni. Mondjuk egy 200 lövés az alsóban 2 óra volt, és ez a minimum. És hogyha az ember azt mondta, hogy picit erőteljesebben készült, vagy mondjuk egy mennyiségi edzést produkált, akkor azt jelentett, hogy 4-600 lövés per nap. Hát az már ilyen edzőtábor jellegű terhelés volt, ez olyan 7-8 óra volt egy nap. Csak emellé még hozzá kellett tenni a kiegészítő fizikai mozgást is. De mondom, ez inkább nagyon kemény felkészülési időszakban, de egyébként egy olyan 200 lövés alatt tényleg ezt tudni fogja edzésni. Az életkorral hogyan változik a terhelhetőség ebben a szakágban? Terhelhetőség, igen, figyelni kell az életkorra, most már ezt tapasztalatból is mondom, tehát abban az esetben, hogyha valakinek a fiatalabb korából megvan az a mennyiség, amire szükség volt annak idején, tehát nagy mennyiséget tudott edzeni, akkor abból nagyon sokáig meg lehet élni, mert bizony a terhelést csökkenteni kell bizonyos idő után, mert sem az embernek a válla, se a dereka nem bírja úgy. A reflexek sem olyan gyorsak már, tehát úgy gondolom, hogy csökkenteni kell. Az én korosztályunk még van mihez nyúlni. Hatalmas szerencsénk van, mert én úgy gondolom, hogy most már ilyen fele akkor edzésmunkával is helyek közel oda tudok érni. Inkább az időbeosztás az, ami problémát jelent, hiszen az életnek más területén is helyt kell állni, és azért nagyon be kell osztani az időt. Tehát nem csak a fizikai oldala van ennek, hogy az ember mennyit tud felkészülni, hanem szó szerint idő probléma van, be kell osztani az időt. Munka, család, egyéb dolgok mellett kevesebbet tudunk készülni most már sajnos. Milyen tervei vannak a következő időszakra? Most én is úgy keresem még itt az utat, mert az utóbbi 2-3 év az nem igazán úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. Meg tudja, több oka volt. Leginkább az volt a legnagyobb oka, hogy különböző saját problémáim okai miatt nem tudtam annyit és úgy készülni, hogy szerettem volna. Ebből kifolyólag én ebben az évben ki is hagytam az Európa bajnokságot, az én saját döntésem volt, annak ellenére, hogy a válogató versenyeken úgy tudtam teljesíteni, hogy indulhattam volna. Én hoztam olyan döntést, hogy kitűzök magam elé egy minimális szintet, és azt nem érem el, akkor én nem fogok világszinten versenyezni. Itt ez csak azt fogja elhatározni, hogy mennyi idő, meg mennyi lelkesedésem lesz arra, hogy én ebben fel tudjak készülni. Fel tudok készülni. Tehát tolerálja mind a munkája, mind a családom, mind a lehetőségeim lehetővé teszik, akkor valószínűleg még azért szeretnék versenyezni. Viszont hogyha az élet úgy hozza, hogy azt a szintet, amit én kitűzök magamnak, nem érem el, akkor mélegelni fogom, hogy ezt úgy érdemes-e csinálni. Sike József világbajnok futócéllövőt hallották.
Már a véget ért a Sportlövő percek. Tematikus műsorunk a legközelebb jövő csütörtökön este, nem sokkal 3:49 után várjuk Önöket. Én Farkas Dávid vagyok, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra. A Sportlövő perceket hallották. A műsor együttműködő partnere a Magyar Sportlövők Szövetsége.